Van, aki megvédjen. Néha egészen védtelennek érezzük magunkat, és az életben az egyik legnehezebb állapota a kiszolgáltatottság állapota. A 41. zsoltárban Dávid ez életének egy ilyen történetét örökíti, meg amikor egy mai példával mondanám, kórházba került és súlyos betegségében az ellenségei jöttek meglátogatták és elmondták, hogy végre megkapod, ami neked jár de Dávid ö, nem akarta ezt elfogadni. Ő tudta, hogy az Isten nem ilyen. Van, aki megvédjen, üzeni a Zsoltár. Van, aki megvédjen akkor is, amikor, ö, amikor az emberek részéről nem csak, hogy megértést nem kapsz, hanem azzal ellentétesen bántást, lekicsinlést, vagy ö, rossz indulatot tapasztalhatsz meg. Hallgassuk meg a 41. Zsoltárt. A karmesternek Dávid Zsoltára Boldog az, aki törődik a nyomorultal, A veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi, és élteti őt, Boldog lesz-e földön, és nem adja oda ellenségei kívánságának. Az Úr megerősíti őt betegágyán, bármi is a baja, Jobbulást ad neki betegségéből. Azt mondtam, Uram, kegyelmez nekem, gyógyítsd meg lelkemet, mert védkeztem ellened. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem, mikor hal már meg, és mikor vész ki a neve. Aki látogatóba jön, hiába valóságot beszél. Összegyűjt szívében minden rosszat, azután kimegy az utcára, és kibeszéli. Gyűlölőim együtt suttognak rólam, gonoszat gondolnak felőlem. Gyógyíthatatlan métei szállt rá, ezért fekszik itt, és többé nem kell föl. Még a jó akaróm is, akiben bíztam, aki a kenyeremet ette, az is fölemelte sarkát ellenem. De te, uram, könyörülj rajtam, és emelj föl engem, hadd fizessek meg nekik. Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha ellenségem nem újjon fölöttem. Engem pedig támogatsz fethetetlenségemben, és színedeli állítasz örökre. Áldott az Úr, Izrael istene, örökkön örökké. Amen, amen. A 41. Zsoltár több szempontból is egy különleges Zsoltár a gyűjteményen belül. A zsidóságban egészen korán kialakult az a, az elképzelés, nem véletlen, hogy a Zsoltárok könyve egy különleges szentírási ikletet, Istentől ikletet kinyilatkoztatás. Ezért a 150 részből zsoltárból álló gyűjteményt is öt részre osztották. Ezzel a mai zsoltárral a 41 az első könyvét a zsoltároknak zárjuk. Az első zsoltártól a 41 zsoltárig terjed ez a szakasz. Az egyik leghosszabb szakasz. A különlegesség ennek a szakasznak, hogy az első zsoltár is ugyanazzal a szóval kezdődik, mint az, mint az utolsó, az a 41 hogy boldog ember, boldog az. Ez tehát az üzenete ennek a Zsoltárnak, és a Zsoltár utolsó mondata is, az áldott az Úr Izrael Istene örökkön örökké, ámen, ámen, egy doxológiai, tehát úgynevezett Isten dicsőítő rész, amivel ez az első könyv, a párhuzamba állítanám, a Mózes első könyve, a Zsoltár genezis zárul le. De miről is szól ez a Zsoltár? Van, aki megvédjen. Dávid elmondja, hogy életében mindig igyekezett segíteni a bajban lévőkön, a nyomorultakat maga mellé vette, és próbálta felkarolni a bajban lévőket. Így, amikor ő maga került betegségbe, azt tapasztalta, hogy az Isten sokkal inkább megerősíti őt is, hiszen ahogyan korábban átélte a más ember baját, ez a szeretet most hitben kamatozik, jobban tud az Istenben bízni. Az Istennel járó és másoknak szolgáló ember, ha azt valódi tiszta indítékkal teszi, megtapasztalhatja, hogy ez a szolgálat őt magát is megerősíti, és bátrabbá teszi, hogy kiállja a próbát, vagy elhordozza a szenvedést. Azonban a zsoltár különleges tanítása az, hogy ezzel még nincs vége a történetnek, hiszen ő fordult is az Istenhez a betegségében, hogy gyógyíts meg lelkemet, és ami vétek esetleg oda vezetett, ha volt ilyesmi, hogy én ezért lettem beteg, akkor segíts ebből is meggyógyulni, és ebből kijönni. Azonban, ahogy ez lenni szokott, amikor az ember a fizikai bajában a lelki gondokkal is közve Istenhez fordul, nem biztos, hogy a környezetében is ehhez támogatást kap. Jó esetben azt, rosszabb esetben semmit, legrosszabb esetben még onnan is gyengítik. És Dávid ezt tapasztalta meg, hogy hiába szolgált ő másoknak, és hiába akarja őszintén ezt a baját is Isten elé vinni, az embertársai egy jó része, mintha egyenesen összeszövetkezne ellene. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem, és arról beszélnek, mondja, ami különösen rosszul esik itt az á, beteg ágyon feküdve, hogy mikor hal már meg, és mikor vész ki a neve azt gondolom, hogy egy önmagával és a fizikai gondjaival küzdő ember számára is, különösen, hogyha korábban ő maga nem így tekintett a bajban lévőkre, nagyon rosszul esik a bántás, a nehézség. Aki látogatóba jön, azt mondja, az is csak hiába valóságot beszél, amit csak lehet, kivi innen, és az utcán beszél rólam rossz dolgokat. A rossz indulat, az együtt nem érzés, a másik leértékelése vagy vesztének kívánása, még egy olyan ember számára is gondot jelentett, mint Dávid, aki egyébként nagyon igyekezett segíteni, és nagyon igyekezett a bajában is Istenhez fordulni. Mégis azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű dolog, hogy a zsoltárok könyvében még erről az esetről, erről a fajta történetről is olvashatunk. Azért szép, mert a világunk tele van hasonló helyzetekkel. Lehet, hogy velünk is megtörténik. Remélem nem úgy, hogy mi állunk a rossz oldalon, hogy amikor valaki bajba kerül, akkor na ugye én megmondtam. Hogy szinte már az egyik ember várja, hogy a másikra mikor mondhat ítéletet, és mikor fejezheti ki azt, hogy nem örültem a győzelmének, annál inkább örülök a bajának. Mert mi emberek valami furcsa-furcsa kegyetlenséggel a szívben éljük az életünket Isten kegyelme nélkül. Gyűlölőim együtt suttognak rólam, mondja Dávid, és gonoszt gondolnak felőlem. Azt mondják, hogy biztos valami gyógyíthatatlan métej szállt rám, azért fekszik itt, és nem kell fel többé. Sőt, az egész történet ott ér el a csúcspontjára, amikor a tizedik versben azt mondja Dávid, hogy még az a személy is, akiről egyébként, akiről egyébként én úgy gondoltam, hogy jó akarom, akivel egy asztalról lettem a kenyeret, az is fölemelte sarkát ellenem. Különleges, hogy amikor Jézus Krisztus ugyanezt tapasztalta meg, és Júdás a, szere a hozzá közel álló és Jézus által annyira szeretett tanítvány részéről árulást tapasztal meg, ugyanerre hivatkozik János Avengelőm a 13. fejezetben. Ez a Dávidi tapasztalat lesz a Mesiás tapasztalata is nagyban. Hiszen mi történik Isten fiával, amikor eljön erre a világra? Tulajdonképpen folyamatosan az, ami Dáviddal csak egy életszakaszában történt. A nyomor gondolt, segítette a bajban lévőt, gyógyította a betegeket. És ezt az emberek is látták, a tanítványai közvetlen közelről látták az önfeláldozó élet nagyszerű megnyilatkozását Jézus életében. De mikor Jézus egyedül marad, akkor hirtelen feldúzzad a feszizsmeget kiáltók tömege, és amikor az atya is elfordult tőle, mert... Jézus a bűnösök helyetteseként ártatlanul és némán szenved, majd hal bele, nem fizikailag, hanem lelkileg a fájdalomba, hogy az atya elfordult, mert mert ő most helyettesít, a bűnöst helyettesíti a kereszten. Akkor olyan megrendít, hogy erre készülve Jézus azt mondja, hogy akiben bíztam, az, az is kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem, még jó akarom is, akiről, akiről pedig persze tudtam, hogy mire készül, de... A csalódás megtapasztalása az mindenféleképpen fájdalom az ember számára. Mi marad ilyenkor az embernek? Azt gondolom, hogy ennek a zsoltának maga a szerkezete is választ a kérdésre, mert az emberektől elhagyott, vagy az emberektől megvetett ember számára még mindig ott van a legnagyobb kapcsolat, a legfontosabb kapcsolódás. A Zsoltár szerkezete azt mutatja, hogy az elején egy imádság a végén egy imádság, közben pedig a küszködés, a fájdalom, a szenvedés, a panaszkodás, de az elején egy imádság és a végén egy imádság. Dávid ezen az ágyon ebben a betegségében Istenhez fordul. Te Uram, könyörülj rajtam, emelj föl engem, hat fizessek meg, segíts megvédeni magam, segíts helyreállítani az igaz ítéletet abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha ellenség nem, ellenségem nem újjunk fölötte, engem pedig támogatsz fedhetetlenségemben és színed elé állítasz örökre. Dávidnak két kérése van Isten felé. Ha lehetséges még ebben az életben is, állítsd helyre az igaz ítéletet. Segíts megvédeni magam, és ha meggyógyítasz, attól tudjam tisztázni ezeket a rágalmakat. De ha csak ebbe kapaszkodna az ember, akkor nagyon sok ima nem lelne meghallgatásra, mert ennek a világnak a rendje szerint Isten ezt nem tudja és nem is akarja mindig megtenni. Ha akarná, tudná, de, de nem teheti, hogy ezt mindig akarja. Ebben a világban a rossz le kell, hogy leplezze magát, a jó pedig meg kell, hogy mutassa azt, hogy hitben, szeretetben erősebb a rossznál akkor is, ha itt fizikailag a rossz, legyőzi a jót. És amikor Dávid ezt mérlegeli, akkor megfogalmazza a másik kérését, hogy abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, hogy támogatsz, színedeli állítasz örökre. Istenem, ha én nem is tudnám magam tisztázni és megvédeni, de vágyom te benned elrejtőzni, hogy majd örökre, mert ebben az életben nem biztos, hogy ez még tisztázva lesz. Nem biztos, hogy már tisztázva lesz de a védelem Istentől ez a legfontosabb, hogy támogass engem, hogy meg tudjak állni a fethetetlenségemben, hogy amiben ma azt mondják, hogy rossz vagyok, és rágalmaznak, mert nem úgy volt, abban később se legyek rossz, és majd egyszer a színed elé állhassak, és örökre ott legyek veled. Istenem, a földi igazság és az örök igazság az nem ugyanaz. Az előbbi nem mindig valósul, meg az utóbbihoz viszont a te segítségedre van szükségem. Támogas végig az életutamon. Mert egyébként az ember ezek miatt a keserűségek miatt hihetetlenül megterhelődhet. Amikor elveszíti a jó akaróit, amikor a barátokból lesznek ellenségek, akkor az ember úgy érzi, hogy valami eltört benne. De mi volt a címe ennek a zsoltárunknak? Van, aki megvédjen. Van, aki veled van a beteg ágyon, és van, aki veled van akkor is, amikor felkelsz majd arról. Van, aki veled van akkor is, amikor szeretnek az emberek, de akkor is, amikor elfogy az emberi szeretet. Mert az emberi szeretet egyébként szinte mindig elfogy, ha nem váltja át az Isteni szeretet, nem tisztítja meg az Isteni szeretet. Áldott az Úr, Izrael Istene, örökkön örökké. Amen, amen. A Jézusi nyomatékosítás, a Héber nyelv érdekes ismétlése. Amen, amen, bizony, bizony. Tudom, hogy az Úr színe, de színe állít örökre majd. Áldott az Úr, Izrael, Istenem, örökkön örökké. Áldott legyen ő örökkön örökké, mert én is egyszer majd vele lehetek örökkön örökké. És akkor ezek a napok, hetek, hónapok a beteg ágyon. Ez a múló idő, amit az emberek rossz indulata vagy rágalma, bántása vagy suttogása közepette kellett élnem, olyan pici lesz, olyan mágszemnyi, a ködbe vész, semmivé válik, mert az Isten örökkön örökké a szeretet, Isten nem marad, akkor is, amikor az emberi szeretet elfogy, akkor is, amikor a világ megremeg, amikor az oszlopai, az eresztékei megrendülnek, amikor már csak az várható, hogy Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, is újrateremtés és igazságos ítélettel fejezi be az emberi történelmet és a világot. Az Isten dicsőítéssel zárul a Zsoltárok első könyve, az első 41 Zsoltár, hogy azután kezdődjön a 42. Zsoltártól a következő szakasz. Egy gyönyörű, felemelő utazás a Zsoltárok második könyvében, Isten országa felé. Van, aki megvédjen életed minden idejében, úgy legyen.